Juhász Olivér vezetésével megkezdte a felkészülést a PVSK Veolia felnőtt férfi kosárlabda csapata a 2022-23-as szezonra. A játékosok és a stáb is egyetért abban, hogy a PVSK-nak az NB1 A csoportjában a helye, tehát a cél nem más, mint kiharcolni a feljutást. Ehhez pedig minden feltétel adott. Sikerült egy erős és jó keretet összeállítani a B csoporthoz, már csak egy légiós érkezését várja a csapat. A keret augusztus 2. hetében futóedzéssel kezdte meg a közös munkát, és a következő 3 hét elsősorban az erőnléti tréningekről fog majd szólni. Mint minden jó felkészülésben, itt is vár rájuk sok futás, némi kondi, és egyre több labda. Az biztos, hogy nagyon jó társaság, tehát a hangulat az frenetikus. A kondicionális helyzetük az hát nem mindenkinek kielégítő, de ezen majd javítunk. Jelen pillanatban 7 felkészülési mérkőzés van a programban, a bajnokság pedig szeptember 24-i hétvégén fog elkezdődni. Az első edzőmérkőzést várhatóan augusztus 26-án játsszák majd a fiúk. Aztán szeptember 1-én és 2-án a klub ismét megrendezi a PVSK kupát. Pár nappal később pedig egy szintén hazai felkészülési találkozó vár Juhász Olivér tanítványaira. A bajnoki rajt előtt egy eszéki tornán is részt vesz majd a csapat.